Istenünk, köszönjük neked, hogy megállhatunk a te színed előtt, a te lábaid előtt, és kész vagy arra, hogy újra időt tölts velünk. Kész vagy arra, hogy meggyógyítsd azokat a betegségeket, lelki, testi nyomorúságokat, amiket hordozunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy amikor menekülnénk, akkor Te utánunk jössz. És áldunk Téged azért, hogy neked van elképzelésed a jövőről, akkor is, amikor nekünk nincs. Akkor is, amikor annyi minden kilátástalan. Amikor sokkal több okunk lenne félni, futni, menekülni, megijedni, bezárkózni. Köszönjük, hogy neked sokkal több okod van arra, hogy megújítsd, kivirágoztasd és gyümölcs termővé tedd a mi életünket. Urunk, hadd engedjünk neked, és köszönjük, hogy ezen a hétvégén megnyithatjuk előtted a mi szívünket, és aminek ki kell jönnie, az kivehet, és aminek oda be kell mennie, az meg nálad. Köszönjük, Urunk, hogy kész vagy velünk foglalkozni. Csendesítsd el a mi szívünket, a mi gondolatainkat, hogy mi is készek legyünk meghallani mindazt, amit nekünk készítettél el. És kérünk, szólíts meg bennünket a te lelked és igéd által. Amen. Isten hozott mindenkit. Egy olyan történet jár egy néhány napja a fejemben, ami talán aktuális a jelenlegi helyzetünkre nézve, de ha nem aktuális, majd az lesz. És szeretném ezt felolvasni előttetek, ennek a történetnek egy részét a Mózes első könyvéből, a 16. részből, a 7. verstől. Az Úr angyala egy forrásnál talált rá a pusztában, annál a forrásnál, amely a Súrba menő úton van. Ezt mondta: Hágár, Szárai szolgálója, honnan jössz és hová mész? Ő így válaszolt: asszonyomnak, Szárainak a színe elől futok. Akkor azt mondta neki az Úr angyala: térj vissza asszonyodhoz, és alázd meg magad az ő keze alatt. Ezt is mondta neki az Úr angyala: fölöttébb megsokasítom a te magodat, hogy sokasága miatt megszámlálhatósa lesz. Azután ezt mondta neki az Úr angyala: íme várandós vagy, és fiút szülsz. Nevezd Izmáelnek, mivel meghallotta Isten a te nyomorúságot. Talán éreztük már úgy, és lehet, hogy nem is egyszer éreztük úgy az életünkben, hogy nem találjuk a helyünket. Valahova menni kéne. Mindegy, hova, csak ne itt. És úgy gondoltuk, hogy az lesz a megoldás, ha változtatunk a helyünkön. És majd, ha változtatunk a helyünkön, akkor ott majd jobb lesz. Ott majd boldogabb leszek, ott majd elégedettebb leszek, kiegyensúlyozottabb leszek, nyugodtabb leszek, minden jobb lesz. És éreztük azt, hogy valami arra késztet, hogy mozduljunk és menjünk onnan, változtassunk. Hát ez egy ilyen történet, aminek egy részét felolvastam, amikor Hágár, Szárai szolgálója nem igen találja a helyét. Legalábbis ott, ahol volt, nem érezte jól magát. És ő meg is hozta ezt a döntést, hogy útra kelek. És ment a pusztába. És az a különös számomra ebben a történetben, hogy Isten megengedi, hogy ilyen döntést hozzon egy ember.
hogy csak úgy megyek. Mert nem lelem a helyem. De ami még különösebb ebben a történetben, hogy Isten utána küldi a szolgáját. Valamiért ez az egyiptomi szolgáló leány kedves volt Isten előtt. Nem futott be nagy karriert, nem volt semmi különös az ő életébe, nem is adott Isten semmi olyan fergeteges nagy szolgálatot neki, de mégis fontos volt. Istennek fontos az az ember, aki nem találja a helyét. És feltesz neki egy nagyon jó kérdést. Honnan jössz, és hová mész? És úgy bennem is megfogalmazódott ez az elmúlt napokban, hogy honnan jössz, honnan jövök, miből jövök, mi van otthon, mit hagyok magam mögött, mit szeretnék magam mögött hagyni, és jó lenne nem visszamenni oda, mert Hágár így tervezte, hogy ami a hátam mögött van, oda nem nagyon szeretnék visszamenni. Gondoljátok el, mi minden van ennek a nőnek a háta mögött. És hoz egy döntést, hogy ott hagyom. És ezt kérdezi meg az úrangyala, hogy honnan? Olyan jó lenne ezen a hétvégén elcsendesedni, és úgy megfogalmazni, szavakba önteni azt, hogy mi van otthon, honnan jövök. Mik azok a dolgok, amik talán nyomasztóak, amik mögül vagy mellől úgy lenne jó már végre eljönni, hogy nem visszamenni ugyanabba, amivel nem lenne jó újra találkozni. És tudjátok, az a jó ebben a történetben is, az a különös számomra, hogy ez a nő őszintén elmondja, hogy honnan jön. Azt mondja, asszonyomnak, Szárainak a színe elől futok. A hatodik vers így végződik, és sanyargatta Szárai úgy, hogy elfutott tőle. Vannak sanyargató dolgok az életünkben, amik sorvasztják, keserítik a lelkünket, amik miatt van úgy, hogy tán két órát is alszunk egy éjszaka. Amikről nagyon jó lenne beszélni, de nem szeretnék beszélni. Amit olyan jó lenne végre, hát nem is megoldani, inkább csak úgy eltüntetni. Mert nincs erő már a megoldás kereséshez sem. Amit jó lenne úgy kilőni az életemből, hogy többet ne legyen már ott. Ilyen sanyargató dolgok, amik előfutok. És én szeretném ezt megkérdezni ma tőletek, hogy mi az, ami előtt lelkileg futok. Ami arra készed, hogy sokszor elmeneküljek, elfussak. Vagy ki az, aki elől futok? Mi az a helyzet, ami elől szeretnénk elfutni? Ami sanyargat. Szoktuk ezt mondani, és szeretem is a magyarban ezt, hogy sanyarú sors. Na de hát a sors az az, amit minden nap megélünk, nem? Nincs az úgy leírva előre, aztán majd meglelem a könyvet. Az az, amit naponként megélsz. Amit teszel, amilyen döntéseket hozol. És igen, sokszor van olyan, hogy ez sanyargat. Ami nem hagy örülni, ami nem hagy boldogulni, ami nem hagyja élvezni az életet a te társaddal, ami nem hagy kibontakozni, nem hagy megnyugodni, mert semmi másod nem tesz, talán csak sanyargat. És nem jó. És lehet, hogy ez ott van a társamban is. Lehet, hogy Uram, bocsáss meg, ő az oka. Lehet, hogy a környezetemben van, lehet, hogy egy harmadik személy. Lehet, hogy egy akárki, akiről nem tud a társam,
de sanyargat. Azt mondja ez a nő, asszonyom, előfutok. Megfigyeltétek, hogy nem válaszol teljesen a kérdésre? Hát azt kérdi tőle az úrangyala, honnan jössz, és hová mész? Na, ezt meg már nem mondja el. Miért nem? Mert nem tudja. Magam sem tudom. Ugye vannak ilyen helyzetek, amiből jó lenne kijönni, jó lenne otthagyni, jó lenne megszüntetni, de nem tudom megmondani, mit szeretnék helyébe. Nem tudom az irányt, nem tudom, hol lenne jobb, vagy mi lenne igazából jobb. És én annak örülök ebben a történetben, hogy Isten még ezekbe a helyzetekbe is kézbe lépni. Amikor nem tudod megmondani, mit akarsz. A mit tudom én helyzetek. Amikor csak azt érzed, és azt tudod megfogalmazni, hogy valami más lenne jó. Valami, ami nem ilyen, mint ami most van. Mert ez nyomaszt, ez sanyargat, ez megkeseríti az életemet. Szeretném, ha ez nem lenne. Hát hol van ez a hely? Hágár egy nagyon nagy döntést hoz a pusztában. Biztos izgalmas lehetett terhesen abban a 40-50 fokban a pusztában. De még az is jobb volt, mint otthon. Tudjátok, amikor nem Isten vezet egy-egy helyzetbe, akkor mi még a pusztában is jobban el vagyunk, mint ott, abban a helyzetben, ami sanyargat. Aztán mond egy nagyon különös dolgot az Úr angyala. Nem azt mondja, hogy na, üljünk le, megbeszéljük, és hazamegyek, Száraikat kap két pofont, magához tér, nem sanyargat közben, megoldok, mire hazaérsz, minden meg lesz oldva. Nem ezt mondja az Úr. Azt mondja az Úr neki, tér vissza, és alázd meg magadat. Miért? Nem esett volna jobban Hágárnak, ha azt mondja az Úr angyala, hogy tér vissza, én mindent elrendezek, te csak maradj nyugodtan, és én mindent rendbe hozok. De ez esett volna jobban, de nem ez lett volna a jobb. Hanem azt mondja ennek a nőnek, amire szüksége volt. Alázd meg magad. Vannak olyan élethelyzetek, amik sokszor azért elviselhetetlenek, mert egyszerűen nem tudjuk lejjebb adni. Talán megszoktunk egy kényelmi szintet, megszoktunk egy jólétet, megszoktunk egy olyan állapotot, ami számunkra jó, jó érzéssel tölt el, megnyugtat, kellemes, élhető, élvezhető, és egyszer csak megváltozik valami. És már nem jó, ami eddig jó volt. És nem tudom lejjebb adni, ezért inkább menekülőre fogom, meg futásnak eredek, mert úgy tapasztalom, hogy sanyargat. Figyeljétek meg, mi volt a sanyargató helyzet. Az volt a sanyargató helyzet, hogy miután beküldi Szárai a férjéhez, Ábrámhoz ezt a szolgáló lányt, hogy hát, ha majd tőle gyereked lesz, jön a gyerek. Erre vártak. Most sanyargat a helyzet. Aztán nem egyeznek, pedig amúgy az ő ötletük volt. Két ember kellett hozzá, sőt három. Amit jól megbeszéltek egymással, az most nem jó. A döntésük következménye lett ez, hogy most sanyarú a helyzet. Nem mindig a himnuszból a bal sorsa az, ami úgy felborítja a mi életünket, nehogy azt gondoljátok. Sokszor a döntéseink következménye. És nem mindenért Orbán Viktor a hibás, meg Zelenszkij a hibás. Nagyon sokszor olyan dolgokban sanyargunk, amit mi korábban eldöntöttünk, meg magunknak alakítottunk így ki. De a jó hír még mindig az, hogy az Úr angyala ebbe beszáll. És azt mondja, hogy alázd meg magad. Hágáron lejjebb. Hajolj meg.
És azt mondja, hogy hajolj meg a te asszonyod előtt. Alázd meg magad az ő keze alatt. Alázd meg magad. Ha te szeretnél talpon maradni, ahhoz alázat kell. Aztán megérti ez a nő, hogy nem csak az asszony keze alatt kell megaláznia magát, hanem az Úr keze alatt is. Vissza kell menni oda. Olyan jó lenne sokszor úgy elutazni otthonról, hogy ne kéne hazamenni. Legalábbis ne ugyanabban, ami van otthon. Vagy legalábbis az a rossz, ami otthon van, az már nem lenne, mire hazamegyünk. Ott lesz. Csak figyeljétek meg, hogy ez a nő nem úgy megy vissza, ahogy eljött otthonról. Hanem kap az Úrtól ígéretet. Van találkozása az Úrra, és kap az Úrtól ígéretet. Azt mondja neki az Úr, fölöttébb megsokasítom a te magodat, hogy sokasága miatt megszámlálható se lesz. Azután ezt is mondta az Úr angyala, ime várandós vagy és fiút szülsz, nevezd Izmaelnek, mivel meghallotta Isten, meghallotta a te nyomorúságodat. Hát ki beszélt neki a nyomorúságról? Nem olvassuk azt, hogy Hágár megállt volna, kiáltott volna, imádkozott volna. Tudjátok, van az az állapot, amikor kimondatlanul is hallható már a nyomorúság. Nem csak látványos, hanem hallható is. Amikor úgy belül kiállt az embernek a lelke. Nem volt beszélgető társa Hágárnak a pusztában, de Isten hallgatta őt. És tudjátok, milyen nagy kegyelem ez? Isten még ezekre is odafigyel, a hangosan ki nem mondott dolgainkra. Ami sanyargata, ami annyira fáj, hogy kedvem sincs kimondani. Hogy rossz még beszélni is róla. És azt mondja az Úr, hogy menj haza. Én tudok erről. Én tudok erről. Innen előbb-utóbb haza kell menni. Nem küldünk mi senkit, na de hát csak jelzésként mondom. De nem mindegy, hogy hogyan. Hogy az enyém lesz az Úr ígérete, meghallja az Úr, ami ott van belül, vagy próbálom kötösíteni, elszöszmötölni az egészet, minden rendben van, minden tökéletes, minden jó. Vagy megengedem Istennek, hogy hallhatóvá legyenek a nyomorúságai. Nem kell, hogy láthatóvá legyünk. Mi emberek kíváncsi vagyunk egymás nyomorúságára, általában azért, hogy legyen mire mutogatni, meg hogy megnyugodjon a lelkünk, hogy másiknak több van, mint nekem. Azt mondja Isten, nem, én nem látványt akarok. Nem műsort. Hallani akarok. Hágár így válaszolt erre. És így nevezte Hágár az Urat, aki ő vele beszélt, 13. vers. Te vagy a látás Istene. Aki látod azt is, amit én magam nem látok. Aki látod azt is, amit én nem mondom ki. Aki látod azt is, amiről én nem tudok beszélni, mert nem tudom megmondani, hogy hova tartok. Te látod. És így folytatódik, mert ezt mondta, én is láthattam azt, aki engem lát. Én is láthattam. Én ezt kívánom nektek erre a hétvégére, hogy lásd azt, aki téged lát. És hadd legyen találkozásunk, lehet, hogy először, lehet, hogy sokat gyára a látás Istenével, akinek van látása, rálátása az én életemre, a te életedre, a rejtett, ki nem mondott bajainkra, nyomorúságainkra, és van látása a jövőkre, ami nekünk nem mindig van.
És lehet, hogy a terveinkről tudnánk beszélni, de arról, hogy hová tartunk, azt nem biztos, hogy meg tudjuk mondani, mert egyre bolondabb ez a világ, és egyre őrültebb dolgok jönnek. És tudjátok, mi a kegyelem? Hogy mi ismerhetjük a látás Istenét. Aki látja azt, amit én nem, nekem ez elég. Aki tudja azt, amit én nem, nekem ez bőven elég. És nem biztos, hogy kell, hogy legyen forgatókönyv. Nem biztos, hogy pontba szedve ott kell legyen az, hogy holnap mit fogok tenni, holnap hogy vezet az Úr, holnap után mennyi lesz a bevételem, azután hogy fognak velem bánni. Nem mindegy. Azt mondja az Úr, eredj haza, csak velem. Úgyhogy volt találkozásod a látás Istenével. Jó elhagyni ezeket a dolgokat, egy kicsit szünetet tartani. Több mint valószínű, hogy ugyanabba kell visszamenni, de nem ugyanúgy. De nem ugyanúgy. Hanem lehet úgy, hogy én is láttam az Urat. A látás Istenét. Kellemes találkozást. Imádkozzunk. Istenünk, hadd köszönjük meg neked azt, hogy kész vagy belépni a mi nyomorgatott, megkeseredett helyzeteinkbe. Kész vagy belépni azokba az élethelyzetekbe, amiből talán meg tudjuk mondani, hogy honnan jöttünk, de azt, hogy hová megyünk, nem igazán tudjuk. És Uram, vagyunk ezzel így egy néhányan. Köszönöm, Uram, hogy Te nem 5 éves, meg 10 éves terveket teszel az órunk elé, hanem Te állsz elénk. A látás Istene. És azt szeretnénk kérni tőled, hogy adj nekünk mennyei látást. Hogyha vissza kell mennünk ugyanoda, ahonnan jöttünk, ne ugyanúgy menjünk vissza. Hanem veled, akivel volt találkozásunk. Amen.